Kánikula 35 fok körüli csúcsértékekkel tetőzött a hőség, amelyet jelentős lehűlés követ, szerdán 15 fokkal lehet hűvösebb az országban. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál idén 9. alkalommal gyűlnek össze táncosok Nyíregyházán a világ számos pontjáról. Beruházás. 56 millió forintból újult meg az egészségház Nyírmihályiban, 3 millió forintot pedig eszközbeszerzésre nyert a település. Másfél év után először adtak ki vörös meteorológiai riasztást az országban hétfőre a nagy hőség miatt. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Bár megyénket a legmagasabb fokú figyelmeztetés nem érintette, itt is meleg volt, és marad kedden is. Szerdára ugyanakkor közel 15 fokkal esik vissza a hőmérséklet, amely az egészséges emberek szervezetét is megviselheti. Kendővel védi gyermeke fejét ez az anyuka tikkasztó kánikulában. Még dél sem volt, amikor már 34 fokot mutatott a hőmérő hétfő Nyíregyháza szívében. Sokan az árnyékban próbálták átvészelni a legmelegebb órákat. Szükség is volt rá az év egyik legmelegebb napján, amikor is több déli megyére kellett kiadni a legmagasabb fokú vörös riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálatnak. Legutóbb majdnem másfél éve volt ez érvényben, 2018 márciusában a hófúvás miatt kellett elrendelni. A hőségben az egyik leggyakrabban ismételt jó tanács, hogy ígyunk a szokásosnál több folyadékot, nem mindegy azonban, hogy mit. A folyadék szó az ebben az értelemben csak vizet jelent, ásványvizet. Felnőtteknek nem sört, nem bort, a fiataloknak nem energiaitalt, mert ezzel még csak tovább rontják a helyzetet, vagy pedig ilyen magas cukortartalmú koffeindús folyadékokat. Ilyen ne történjen. És akkor el tudjuk kerülni ezt a komplex hő és napfény ártalmat, mert ugye a bőr, az anyagcsere, a folyadékháztartás, az idegrendszer mind-mind ki van téve veszélynek ilyenkor. A legnagyobb veszélyben az idősek mellett a gyerekek vannak, közülük is a legkisebbek. Az újszülöttek és a csecsemők még nehezen tudják jelezni, ha baj van, vagy ha ez már észrevehető rajtuk, lehet késő. A gyakori folyadékbevitelük megvalósítható akár óránkénti szoptatással. Emellett a felforranás után lehűtött víz is sokat segíthet, ahogy 5-6 hónapos kortól a különböző gyümölcspépek is. A nagyobb gyerekeket érdemes fél óránként meghínálni vízzel, az optimális folyadékpótlás érdekében azonban mást is lehet nekik adni. Helyén való, akár 100%-os ivólé meghigítva vízzel, körülbelül fele-fele arányba, vagy több víz, mint ivólé, és az egy kicsit megízesíti, vagy egy pár sebb citrom bele abba a vízbe, már rögtön élvezhetőbb. Csak mondom, a cukrot nem kell, mert az egyáltalán nem hiányzik, és egy pici sót, hogyha belelopunk, ez vagy gyümölcsformájában benne van, ugye abban káliumklorid van, vagy egy kis konyhasót beleteszünk, az már sokkal jobb lesz. A napon hagyott felforrósodott járművekben 40 fokot meghaladó hőmérséklet is könnyen kialakulhat, így nincsenek könnyű helyzetben a volán mögé ülők. Különösen nehéz ebből a szempontból a szabolcsi buszvezetők dolga, akiknek munkaadója igyekszik a lehető legtöbbet megtenni az időszak átvészelése érdekében. Autóbuszvezetőink számára ebben az időszakban engedélyezett a formaruhától eltérő könnyített ruha viselése. Nem kell nyakkendőt hordaniuk természetesen, illetve rövidújjóink, rövidnadrág viselésére van lehetőségük. A telephelyeken szóda és italautomatákat üzemeltetünk számukra, akik pedig munkavégzés közben nem érintik az állomásainkat vagy telephelyeinket, azok vészére ásványvizet tudunk adni. Az utasokra is gondol a társaság, akiket szintén próbálnak segíteni. A nyíregyházi helyi közlekedésben valamivel jobb a helyzet, ott ugyanis a tavaly forgalomba állított légkondicionált CNG üzemű buszok teszik ki a járműállomány több mint felét, nyáron pedig a járatok mintegy 80%-ában ezek közlekednek. Természetesen meleg van az autóbuszokon, ilyen körülmények között mindenképp még légkondicionálás mellett is, hiszen az ajtók nyílnak, nem is beszélve a kevésbé korszerű járművekről, úgyhogy mindenképpen arra kérjük kedves utasainkat, hogy az utazásuk alatt feltétlenül gondoskodjanak a megfelelő folyadék mennyiségről,
autóbuszállomásokon tudjuk azt biztosítani, hogy kérés esetén ivóvizet vételezzenek bármilyen mennyiségben. Látni, ahogy szinte hullámzik a levegő a forró beton felett. A legjobb, ha ilyenkor ki sem mozdulunk a szabadba, ha ezt mégis meg kell tennünk, ötözünk szellős nyári ruhákba. Amennyiben pedig ivókutat látunk, frissítsük fel magunkat a kánikulában. Kedden még egyébként marad a hőség, amely csak szerdán szűnik meg, aznap viszont jelentősen 10-15 fokkal is visszaesett a hőmérséklet. A drasztikus változás pedig nem csak a legyengült szervezetűekre, hanem az egészségesekre nézve is veszélyt jelent. Idén már 9. alkalommal rendezi meg a Nyírségtánc Együttes a Nemzetközi Néptánc Fesztivált. A rendezvény célja, hogy olyan produkciókat is megtekinthessenek a városlakók, amilyeneket még akkor sem látnak, amikor elutaznak az adott országba. A fesztivált két évente rendezik meg. Idén, Afrika kivételével, minden földrészről érkeznek majd tánccsoportok. Szatmári táncokat mutattak be a Nyírség Tánc Együttes táncosai a Kossuth téren. Ilyen táncokat a 9. Nyírség Nemzetközi Néptánc Fesztivál zárónapján, augusztus 20-án láthatnak a nyíregyháziak a Kossuth téren. Addig viszont augusztus 15-től 11 helyszínen 26 program várja az érdeklődőket, több mint 10 fellépő művészeti csoport 300 táncosával és zenészével. A rendezvény célja, hogy a városlakók is lássák azokat az együtteseket, akiket a Nyírségtánc Együttes jól ismer a külföldi turnékról. Szeretnénk, hogyha mindig sikerülne olyan egzotikus és távoli országokból érkező együtteseket meghívni, akik aztán olyan élményekben részesítik a nyíregyházi közönséget, amire sokáig emlékeznek, amely sokáig emlékezetes marad számukra. Most 3 földrésztről sikerült hívnunk együtteseket. Afrika az idén kimarad, de ígérjük, hogy 2 év múlva afrikaiakat is fogunk hívni a fesztiválunkra. Emellett a 4 nagy nyíregyházi néptáncos műhely számára is biztosítanak lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek a táncegyüttesekkel, és saját kapcsolatokat alakítsanak ki velük. Ugyanis a Nyíregyházára érkezőknek a saját országukban is van hasonló fesztiváljuk, a szervezőknek pedig nem titkolt reménye, hogy ilyenkor viszonozzák a meghívást. A Nemzetközi Néptánc Fesztivál egyre nagyobb jelentősége bír a város turisztikai vonzerejét illetően is. 2 évvel ezelőtt is nagyon sikeres, népszerű programsorozatot kaptunk. Én azt várom, hogy most is így lesz. A közönség nagyon jól szórakozik, és persze ez a turisztikában azt is jelenti, hogy Nyíregyházát is megjegyzik azok, akik ide érkeznek, mert ez egy tényleg egy nagyon színvonalas nemzetközi fesztivál lesz, ahol nagyon érdekes kultúrák találkoznak majd együtt. Az első külföldi csoportok már csütörtökön megérkeznek Nyíregyházára. A programsorozat hivatalos megnyitóját augusztus 16-án pénteken este 7 órától láthatja a közönség a Kossuth téren. 56 millió forintból korszerűsödött az egészségház Nyírmihályiban. A beruházásra a terület és településfejlesztési operatív program keretein belül kapott támogatás az önkormányzat, valamint 7 millió forintnyi önerőre is szükség volt. A település újabb 3 millió forintos forrást is nyert a napokban, a Magyar Falu programnak köszönhetően ezt az összeget egészségügyi eszközök beszerzésére fordítják. Régi vágya volt az önkormányzatnak az egészségház felújítása itt Nyírmihályiban. Meglepően nagy a betegforgalom a településen. A házi orvosnak átlagosan napi 100 pácienst kell ellátni, a védőnői szolgálat korábban pedig csak egy kisebb helyiségben tudott működni. Az átalakításra így még 2016-ban pályáztak a terület és település fejlesztési operatív program keretein belül, végül önkormányzati forrással is kiegészítve 56 millió forintból újult meg az egészségügyi intézmény. Maga a pályázat az a nagy része a védőnői szolgálatnak a kibővítéséről szólt. Ugye itt átlagosan azért 50 fölötti teres létszám van, csecsemőgondozás, tehát a védőnéniknek igenis kellett egy olyan korszínvonalnak megfelelő hely, ahol el tudják látni a feladatukat. Most ezzel, hogy ezt megcsináltuk, gyakorlatilag ez sikerült, és ugyanakkor a házi orvosi rendelőnek a váróterme is megújult, teljes fűtéskorszerűsítést csináltunk, illetve a külső felújítását, az épületnek szigetelését, illetve a tetőcserét. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy ez egy jó alap. Még
annyi talán, ami kapcsolódik ehhez, hogy a Magyar Falu programban sikerült 3 millió forintot, közel 3 millió forintot nyernünk most ehhez kapcsolódóan orvosi eszközre, és így a kettő azt gondolom, hogy egészen jó kiegészíti egymást. A meglévő épületben volt egy szolgálati lakás is, ami évek óta üresen állt. Ezt alakították át kiszolgáló helységekké. A választókerület települései 15 milliárd forintnyi forrást nyertek különböző fejlesztésekre, összesen 105 programban az elmúlt években, közölte a térség országgyűlési képviselője. Nyírmihájdiban ebből újult meg például a községháza is, de egy 20 millió forintos turisztikai beruházásnak köszönhetően látogatóbaráttá válik a település református temploma is. Megújult a 471-es főútvonal a településen, ugyebár, ami egy központi ígéretünk volt annak idején, és miután az átadó ünnepséget nem Nyírmihájdiba tartottuk, megragadnám az alkalmat, és újra fölhívnám a figyelmet arra, hogy közel 300 millió forintból újult meg a 471-es főútvonal megyehatártól a Nyírmihájdi tábláig tartó szakasza. Szabolcs megye Nyíregyháza nélkül 95 milliárd forint topos forrásból gazdálkodhat, ebből évtizedes fejlesztési hátrányokat próbálnak behozni, közölte a megyei közgyűlés elnöke Nyírmihájdiban. Az a politika, amely 45-től vagy 48-tól 90-91-ig jellemezte Magyarországot, 90-ig, az a vidéki településeket, hát néhány kivételtől eltekintve, de nem fejlesztette megfelelően, nem voltak tornatermek, bölcsődék, iskolák, óvodák, nem voltak meg azok a lehetőségek, hogy a fiatalok itt maradjanak egy ilyen településen, mint Nyírmihájdi, nem voltak munkahelyek a közelben. Most erősödik az ország, és ennek eredménye az, hogy elindult a Magyar Falu program, hogy polgármester úr képviselő úr beszélt erről, és ennek a gyümölcse is beérik, de több éves távlatban. A szombati átadó ünnepségen elhangzott, a Magyar Falu program jó voltából a térségben három település, Nyírpilis, Nyírkáta és Nyírmihájdi, 3x 40 millió forintos támogatást nyert kamerarendszer kiépítésére. Közel 30 millió forintos saját forrásból tartott háromnapos rendezvényt Fehérgyarmat. A gyarmati vígasságokat idén 17. alkalommal rendezték meg, amelynek célja nem csak a szórakoztatás, hanem a közösségek összetartása is. A térség legnagyobb rendezvényét olyan fellépők színesítették, mint a tankcsapda vagy a huligánsz. A Pöttöm kertet a gyerekek vehették birtokba a 17. alkalommal megrendezett gyarmati vígasságok mellékrendezményeként. Fajátékok, arcfestés, ugrálóvár és körhinta várta a legkisebbeket. Eközben a központi tér melletti út átalakult egy hatalmas kirakodóvásárrá. A gyarmati vígasságok nevet kapott rendezvény azonban nem volt mindig ilyen nagyszabású. Az önkormányzat több éves munkája és a település lakóinak türelme és lelkesedése is kellett hozzá. Már ez a rendezvény olyan színvonalúan nőtte ki magát, hogy más országokból, illetve más megyékből is szívesen látogatnak el hozzánk. Tehát azt lehet mondani, hogy nemzetközi híre is szert teszünk, de természetesen elsősorban az volt a cél, hogy a honfoglaláskori hagyományokat felelevenítsük, illetve a fehérgyarmati vagy a térségben lakó közösségeket összetartsuk egy kicsit, és olyan kulturális rendezvényeket biztosítsunk számukra, amelyet érdemes megnézni és szórakozni rajta. A járás székhelyén rendezett fesztivál a térség legnagyobb rendezvénye, ami a költségvetésben is megmutatkozik. Bár a kisvárdai leszfesztel nem betegszik, a környező településekhez képest jóval nagyobb keretet biztosít ennek megrendezésére az önkormányzat. Idén ez közel 30 millió forintot jelent. A rendezvényt meghatározza az előadók színvonala, valamint az, hogy a gyermekes családok és az idősebb korosztály is találhat számukra megfelelő programot. A pénteken kezdődött rendezvényt a Soul Wave koncertje indította. Augusztus 12-e 2012 óta az elefántok világnapja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a sürgős változtatásra. Az elmúlt évtizedekben ugyanis az illegális elefántcsontkereskedelem óriási méreteket öltött. Elefánt agyarból készült dísztárgyak és ékszerek miatt ugyanis az elmúlt 3 évben több mint 2500 állatot pusztítottak el.
A világ legnagyobb szárazföldi emlősei az elefántok, közülük is az afrikai elefánt, amelynél egy bika akár a 7 tonnás súlyt is elérheti. Az eddig mért legnehezebb elefánt azonban 10 tonnát nyomott. Ezeket a hatalmas testeket naponta fejenként 150 kg takarmánnyal és 140 liter vízzel táplálják a gondozók. Ázsiai elefántokból 3 nőstényt, afrikaiból pedig egy tenyész csapatot tart a Nyíregyházi Állatpark. Jellegzetes és nagyon látványos az a mozdulat, amikor az ormányok segítségével homokot szórnak a hátukra. Persze ezt sem véletlenül csinálják az állatok. Folyamatosan wellnesseznek az elefántjaink, hiszen óriási nagy medencéjük van. Naponta többször, általában megadott időpontban szoktak ejtőzni, dagonyázni, nem véletlenül a vizes bőrükre homokot szoktak szórni, hiszen a ráragadt sárréteg a későbbiekben a napsugarak ellen és az élősködők ellen is védi őket. Ráadásul, aki eljön ide hozzánk a Nyíregyházi Állatparkba, körülbelül 2:30-3 óra környékén mindig elefánt fűretés is meg tud tekinteni, hiszen a gondozók naponta kényeztetik ezeket a hatalmas állatokat. Az elefántokat szeretik és tisztelik az emberek, ez számos kultúrában megmutatkozik szerte a világon. Most mégis a kihalás szélén állnak. Tájföldön mindössze 2500 vadon élő elefánt maradt. Ez pont annyi egyed, amennyi elefántot 2012-ben Afrikában havonta legyilkoltak. A WWF ezért folyamatosan nyomást gyakorol az országok vezetőire, hogy tegyenek meg mindent az orvadászat és az illegális elefántcsontkereskedelem megfékezéséért. Három gólos vereséget szenvedett Debrecenben a kisvárdai futballcsapat. Az NB1 második fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 4-1-re verték Mirjuca László együttesét. A kisvárda a következő fordulóban idegenben a Budapest Honvéd ellen lép pályára. A vendégek indították jobban a mérkőzést, Gosztonyi nem sokkal a kezdés után gólt szerezhetett volna, azonban kimaradt az ígyszer. A 13. percben egy szögletet követően előnybe került a házigazda, a kapu elé lőtt labdát Szatmári továbbította a hálóba. A 25. percben növelte előnyét a Loki, szabadrugásból Varga talált Minka kapujába. 2 perc múlva szépített a kisvárda, Kovács Léti játszotta tisztára magát a baloldalon, beadását pedig Groza váltotta gólra. A szünetig újabb lehetőségei voltak a kisvárdának, azonban a félidőre 2-1-es hazai vezetésnél vonultak le a csapatok. A második játékrészt is a vendégek kezdték jobban, gólt azonban a hazaiak szereztek, a 63. percben Graba lőtte a kapu baloldalába a labdát. A 4-1-es végeredmény a 4 perces hosszabbítás utolsó pillanatában alakult ki, egy baloldali szögletet követően Pákovics fejesetett pontot a mérkőzés végére. A kisvárda vezetőedzője Mirjuca László pozitívumként értékelte, hogy sok helyzetet alakítottak ki, negatívumként viszont a helyzetek elhibázását és a pontrúgásból kapott gólokat említette meg a szakember. A hazaiak mestere Herceg András szerint megérdemelten szerezte meg a 3 pontot a Loki. Kezdeményezőleg léptünk fel, ami akaratunk érvényesült, a mérkőzés nagy részében is. 2-0 után nagyon hirtelen gyorsan jött a kisvárdának a szépítő találata, ez elbizonytalanította a csapatot, így voltak nehéz pillanataink, illetve még a második fél elején volt egy kis zavar a játékunkba, de ezt követően ezt sikerült orvosolni, és úgy gondolom, hogy maga biztos jó játékot nyújtotta a csapat, és megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést. Fél időben felhívtuk a figyelmet azokra a hibákra, amiből a kisvárdának voltak veszélyes lehetőségei, mert voltak nehéz pillanatok a mi kapunk előtt is, hiszen a kisvárdának voltak jó támadásai, de 2 olyan helyzetük volt egy indokolatlan passzokból, amit tehát nem az a játék, ezt átbeszéltük, hogy ezt próbáljuk mellőzni, illetve a védekezésről beszéltünk még át egy pár dolgot, tehát ilyenkor félidőben mindig próbálja az embereket a hibákat javítani, illetve ami pozitívum meg jó, az kihangsúlyozni, hogy továbbra is ebben a felfogásban, és azt gondolom, hogy mérkőzés nagy részében érvényesült is a felfogásunk. A forduló további eredményei a következők: Kaposvár Mezőkövesd 1-2, Diógyűr Újpest 1-2, Paks Budapest Honvéd 3-1 és Puskás Akadémia Molfehérvár FC 0-2. A Zalaegerszeg Ferencváros mérkőzés későbbre halasztották. 2 fordulót követően a 6 pontos Molfehérvár FC áll a tabella élén, megelőzve a szintén 6 pontos Mezőkövesdet. A 3 ponttal a 8. kisvárda szombaton Budapesten a Honvéd ellen lép pályára. Hétfőn elrajtol a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság 53. idénye. A városi stadion salakos pályáin 115 csapat, mintegy 1500 mérkőzés játszik a bajnokság végéig.
Múltját tekintve az egyik legrégebbi, létszámát tekintve az egyik legnagyobb szabadidős rendezvénysorozatnak számít az országban a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság. Az elmúlt szezont követően nyáron a sóstói és a tiszavassai strandfoci tornán tarthatták formában magukat a csapatok. A szervezők közben előkészítették a városi stadion kispályáit, amelyeken nem csak megyeszékhelybeli együttesek szerepelnek majd. Nagyon sok nyíregyházi környéki csapat van, most éppen egy bui csapat, és nagyon hangzatos néve Buenos Aires 1928 néven szerepelnek majd a bajnokságba. Jönnek a csapatok a környezetünkből, hiszen Nyíregyházán azért már véges a csapatoknak a jelenkezése, hiszen nagyon sok nyíregyházi csapat van. Van viszont Újfehértóról, Nagykállóról, Tímáról, Gávavencselőről, több olyan településről, akik itt könnyedebb vannak, de még messzebbről is jönnek, tehát nagyon sok olyan játékos jön, akik Vásárosnaméből, Máté Szalkáról csatlakoznak be egy-egy csapatba, sőt még Debrecenből is jönnek. Nagyon népszerű a bajnokságunk. A 2019-2020-as idényre nevező 115 csapat mintegy 1500 meccset játszik majd a jövő nyár elejé zárásig. 10 csoportba játszunk, az A, B, C, D, E csoportig a 12 csapattal, az F csoportba 13, a G-be eddig még soha nem használt módon 14 csapat szerepel, az öregfiúk első osztályba és másodosztályba 10-10 csapat, és a harmadosztályba viszont 8 csapat szerepel, de az öregfiúknál mind a három csoportban 3 kört fognak játszani. A meccseket a hagyományokhoz híven hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken játsszák a csapatok. Vereséget szenvedett Soroksáron a Nyíregyháza Spartakusz Zorán Spisják együttese az MB2 harmadik fordulójában lejátszott mérkőzésen. 3-2-re kapott ki a hazaiak csapatától. A Spari a következő fordulóban a Békés Csabát fogadja. Most pedig híradónk végét nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Másfél év után először adtak ki vörös meteorológiai riasztást az országban hétfőre a nagy hőség miatt. Legutóbb hófúvás miatt volt érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés. Bár a hét első napján nem megyénkben volt a legégetőbb a helyzet, itt is meleg volt és marad kedden is. Szerdára ugyanakkor közel 15 fokkal esik vissza a hőmérséklet, amely az egészséges emberek szervezetét is megviselheti. Afrika kivételével minden földrészről érkeznek táncosok Nyíregyházára augusztus 16-a és 20-a között. Idén ugyanis 9. alkalommal rendezi meg a Nyírségtánc Együttes a Nemzetközi Néptánc Fesztivált. A rendezvény célja, hogy olyan produkciókat is megtekinthessenek a nyíregyháziak, amilyeneket még akkor sem látnának, amikor elutaznak az adott országba. A fesztivált 2 évente rendezik meg, és a produkciók nagy része ingyenesen megtekinthető. Megújul az egészségügyi ellátás Nyírmihályban. A településen 56 millió forintból átalakították és korszerűsítették a már meglévő egészségházat, a Magyar Falu programnak köszönhetően pedig újabb 3 millió forintos forrás nyertek egészségügyi eszközök beszerzésére. A településen meglepően nagy a betegforgalom, a házi orvosnak naponta átlagosan 100 páciens kell ellátni Nyírmihályban. Önök a Kölcsei Televízió iradóját látták augusztus 12-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb kedden várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Hétfőn este derült idő várható, csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 21 fok körül alakul. Kedden a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, majd estétől megvastagszik a felhőzet. Zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat, az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul. A hullámzó hidegfront hatására kedden éjszaka és szerda napközben többfelé számíthatunk kiadós csapadékra és erős viharos szélre, majd a folytatásban egyre inkább szárazabbra fordul időjárásunk.